Találkoztam azokkal az emberekkel, akik nagyon nagy bajban vannak, és emberből vagyok, és elérzékeny vagyok. Így minden egyes fivér, amiben jön, az nekik fog menni. A kárpátaljai menekülteknek gyűjtött adományokról beszélt a rendezvényen Kovács Sándor országgyűlési képviselő. A városban második alkalommal szervezett jótékonysági estet az 5 éve működő Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Mátészalkai Szervezete. A befolyt összeget a dévai Szent Ferenc alapítványnak és a gondozásukban lévő gyerekeknek szánták, az ukrán-orosz háború azonban felülírta a terveket. Az Ökumenikus segélyszervezeten keresztül központosítva igyekszünk segíteni a bajba jutott kárpátaljai embereknek. Úgyhogy befogadó állomások vannak, kialakításra kerültek különböző olyan helyiségek szinte valamennyi önkormányzatnál, itt a térségben is, Mátészalkán is, és érkeznek is sajnos nagyon sokan, de ez a feladatunk, ez a küldetésünk, hogy segítsük őket. Úgyhogy bajba jutottak, nem tehetnek róla, férfiak nem nagyon jönnek, azt látjuk, hiszen nem tudnak átjönni hivatalosan a határon, de asszonyok, családok, idősek, gyerekek érkeznek, és fontos, hogy kifejezzük ilyen módon is a segítségünket. Aki nem tudott részt venni az adománygyűjtő esten, azoknak is van lehetőségük még segíteni. Mátészalkán is adományozási lehetőség nyílik 2 helyszínen, az egyik az Egyesített Szociális Intézmények Központja, a másik pedig a Mátészalkai Városgazda Kft., ahová el lehet juttatni mindenféle tárgyi adományukat, ruhát, matracot, élelmiszert, és aki pénzadományt szeretne adni, a Mátészalkai Szeretet Alapítványon keresztül teheti meg, melynek elérhetősége és bankszámlaszáma Mátészalka város honlapján elérhető, és Facebook oldalunkon is. Mind a tárgyi, mind az anyagi támogatással jelentősen meg tudjuk könnyíteni az Ukrajnából érkező menekültek hétköznapjait, akik bár reményeik szerint csak rövid időre érkeznek Magyarországra, nincs könnyű dolguk. Menekült státuszért kell folyamodni, nyilvántartásba kell menni, mi Géberében 80 ágyat tettünk szabaddá a ifjúsági szállásainkon a Jócsó Egyesületbe, ide várunk mindenkit, most már több mint 20-an vannak, teljes ellátással várjuk őket, és az első fecskék 7-en Ukrajnából egészen 300 kilométer mélységből jöttek az első bombázások után, nem teszünk különbséget, felveszünk az adataikat, felveszünk a hatósággal a kapcsolatot, nyilvántartásba, és ugye segíteni akarunk, mert tudnunk kell, hogy kik vannak itt, hova tartanak, vagy itt akarnak tovább menni. Azt gondolom, hogy ezeket kellene tisztázni. Az Ökumenikus segélyszervezet vasárnap estétől egy éjjel-nappali fűtött pavilont működtet a Beregsúrányi határátkelő ukrajnai oldalán, amely a munkatársaik és az önkéntesek munkáját segíti.